Ez Jesiáhu, vagy Jesiá 56-os fejezet, és az első vers így szól. Így szól Jahua. Őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, hogy eljöjjön, és igazságom, hogy megjelenjék. Mi az, amiről beszél? A jogosság egyébként mispát. Ugyanaz a jogosság, mint amit az ítélet szóra használ. Mikor arról beszél, hogy ítélet, akkor ezt a szót használja. Mispát. Ez egyébként jogosság. Az cselekedjétek az igazságot. Az ő jogossága, ami igazság tulajdonképpen, egy igaz ítélet, vagy egy igaz döntés, őrizzétek meg ezt, ez a mispát, és cselekedjetek igazságot. Tzedeká. Igazság. Becsületesség ítélet hozatalban. Etikai normaként. Becsületesség külső igazolása, szabadulás, jólét, igazságosság, igaz cselekedet. Az ő szava az, ami kijelöli, hogy mi az igazság. Őrizzétek meg a jogosságot, mispát, cselekedjetek igazságot, tzedeká, mert közel van szabadításom. Természetes az, hogy itt Izraelhez szól, de majd meglátjuk, hogy még kihez szól, hogy eljöjjön, és igazságom, tzedeká, hogy megjelenjék. Jahusa Hamásiákra gondol természetesen, hogy elküldi azt az igazságot majd az embereknek, illetve, hogy megítéli a végén a földet. Boldog ember, aki ezt cselekszi, és az ember fia, aki ahhoz ragaszkodik. Akkor érdemes megtudni, hogy mi a mispát, a jogosság szerinte, a jogos ítélet, amiről beszél egyébként Jehukanon 7.24, mikor azt mondja, hogy ítéljetek igaz ítélettel, ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek, Jehukanon 7.24. Erről beszél. Boldog ember az, aki ezt cselekszi, és az ember fia, aki ahhoz ragaszkodik. Mihez? Az ő jogosságához, az ő igazságához. Ezt cselekednünk kell. Az igazság nem az, mint amit válaszoltak nekem a Jehova tanúi, hogy mi a szeretet. Ó, a szeretet, hogy rágondolunk mindig, hogy azt csináljuk, ami neki tetszik, hogy igazságot cselekszünk. Persze, persze, de mi az? Mi az, amit nekem tennem kell? Hogyan tudom én ezt bemutatni az életemben, hogy én igaz vagyok, vagy én igazságot cselekszem, vagy hogy én ismerem azt? Itt van. Boldog ember, aki ezt cselekszi. És az ember fia, aki ahhoz ragaszkodik, egyébként ez hazák, és annyi, mint megerősít, vagy erős valami. Aki erősen megfogni valamit. Valami, ami stabil, vagy biztonságban van. Erőssé, vagy keményé tesz valaki. Aki ragaszkodik ehhez, aki erősen erre támaszkodik, aki megszilárdul ebben, az a boldog. Mi ez, amire gondol? Aki megőrzi a Sabátot. Ez lesz a központi témája Ézsaiás 56-os fejezetének. Az, aki az ő népe akar lenni, annak ragaszkodnia kell a Sabáthoz, és meg fogja érteni mindenki, hogy ez nem a babiloniai fogságról szól. Ez nem arról szól, hogy ezt kellett a régi szövetségben csinálni, és ez már megváltozott, meg ezt eltörölte, meg ez egy rabság volt, meg ilyenek. Egyáltalán nem erről van szó. Sőt, hát azt mondja, hogy közel van a szabadításom, hogy eljön az igazságom, hogy megjelenjék. Még akkor meg se jelent. Természetes, hogy ez a másiákról szólt. Aki megőrzi a sabátot, hogy meg ne fertőztesse azt, megőrzi kezét, hogy semmi gonosz ne tegyen. Ez az egyik, hogy megőrzi a sabátot. Az összes többi törvényt összefoglalta azzal, hogy azt mondja, hogy megőrzi a kezét, hogy semmi gonosz ne tegyék. Hogy ne tegyen. Gonosz rá, úgy, mint hitvány gonosz, ezt ismeri mindenki már, remélem. És ne mondja ezt az idegen. Az idegen az bén, úgy, mint egy fiú gyermek. Valakinek a fia, vagy a nevelt fiú, vagy az unokája. Ez egy gyermek valakié, aki Elohimhez adja magát. Azaz az ő gyermeke akar lenni. Valakinek a fia. Ne mondja ezt az idegen, aki Jahuának a fia szeretne lenni, hogy bizony elszakaszt Jahu engem az ő népétől, hogy a saját népétől elválasztja, és nem enged be oda. Sőt, ne mondja a herélt sem, ímé megszáradt fa vagyok. Ez a herélt egyébként Szharisz, úgy mint egy eunuch, a három őr, akit kiheréltek, és nem képes utódokat nemzeni. Ez a Szharisz.
nincs gyermeke, ugye ezért nem tartozhat Jahu a népéhez. Mindenkit elfogad. Nincs arról szó, hogy nem lehet része. Azt mondja, hogy az idegen, vagy a herélt, nem mondja azt, hogy minket elválasztott az ő népétől. Így szól Jahu a herélteknek. Akik megőrzik az én sbátyjaimat. Ez az első, amit mond nekik. Az, aki megőrzi az én sbátyjaimat. Nem az én sbátomat, az én sbátyjaimat. Hiszen itt van a szabadnap, úgy mint a sbát, amiről beszélnek itt, hogy a szombat idézőjelben, vagy a sbát, a hetedik nap. De ugyanúgy beszél a nagy sbát, vagy a különleges sbát, ezek pedig az ünnepei. Ezek összesen az ő sbátjai. Azok, akik megőrzik ezt, a megőrzik egyébként Samár. Úgy, mint megőriz, vagy biztonságban tart, oltalmaz valakit. Úgy, mint amikor az ember valamit közelérez magához, és azt védi azt a dolgot. Megőrzi a sabátjaimat. És szeretik azt, amiben gyönyörködöm, és ragaszkodnak az én szövetségemhez. Ezek azok a dolgok, amiket ő akar tőlünk. Sabát külön ki van emelve. Hogyha ezt aztán eltörölte néhány száz évvel ezután, akkor minek mondogatná annyit? Minek mondogatná mindenki a brit hadaságban, az apostolok cselekedetei tele van azzal, hogy ők a sabát napon ügyködtek itt-ott-amott. A sabát az egy örök érvényű dolog. A teremtéstől kezdve van sabát, és lesz is mind végig. Sőt, sabát lesz a királyságban is, hiszen elmondta, hogy sabáttól sabátig, és Kadástől Kadásig, úgy mint új hónaptól új hónapig minden test elém járul, és engem imád. Sabát mindig is volt, mindig is van, és mindig is lesz. Sabát szeretik azt, amiben ő gyönyörködik, és ragaszkodnak az én szövetségemhez. Ez az, amit ő akar. Mi az, amiben ő gyönyörködik, ezt mindenki gondolom kívülről, tudja más Zsoltárok, 49-es, teljesítsem a te akaratodat, ez kedvelem Elohim, a te törvényed, a keblem közepette van. Ez az, amiben ő gyönyörködik. Ő ezt akarja, hogy az ő törvényei benne legyenek az ember szívében. Ragaszkodnak az én szövetségemhez. A szövetség nem más, mint Brit, úgy, mint a megújult szövetség, vagy az új szövetség, vagy a sínai szövetség. Brit, szövetség. Aki ragaszkodik ehhez, hogyan ragaszkodik ehhez? Úgy, hogy úgy él, ahogyan az megköveteli az a szövetség, és annak a szabályrendszere szerint működik. De ezt le is írja számos alkalommal. Többek között második Mózes 24-es fejezetben. Mósé pedig vevé a vérnek felét, tölti a medencébe vérnek másik felét az oltára, hint ezután vevé a szövetség könyvét. Berit, úgy mint szövetség. És szeper, vagy szefer, bocsánat, szefer, vagy szefera, úgy mint könyv. Mint a Sefer. A szövetségnek könyvét elolvasá nép hallatára, azok pedig mondanak, hogy mindent megteszünk, amit Jahu a parancsolt, és engedelmeskedünk neki. Ez az, amit ő szeretne. A szövetség, és megvan a szövetségnek egy könyve, amit érdemes mindenkinek felfedezni, és megismerni, hogyha ő ebbe a csoportba akar majd ebbe a csoportba akarja magát majd találni a legvégén. De egyébként Malachim Bet szintén ír a szövetség könyvéről, a 23-as fejezetben felment a király Jahu a házába, és Jahudában minden férfi, és Jerusalem minden lakosa vele volt, a papok, proféták, az egész nép kicsintől fogva nagyig, és minden beszédét elolvasá előtt a szövetség könyvének, mely megtaláltatott Jahu a házában. A szövetség könyve az egy nagyon fontos dolog. Ezek az emberek olvasták ezt a szövetség könyvét, hiszen tudták, hogy ezzel tudnak az ő népéhez tartozni, ahogyan azt leírta Ézsaiás 56-os fejezetben. Azt mondja, hogy odaállott a király az emelvényre, és kötést tőn Jahu előtt. Ez a kötés nem más, mint brit szövetség, hogy ők Jahuát akarják követni. Ha mi Jahuát akarjuk követni, lehet, hogy ugyanazt kellene tennünk, mint ezek az emberek tettek itt, mikor megtalálták ezt a könyvet. Mit csináltak? Kötést tesz Jahu előtt, egy megállapodást, úgy, mint ahogy rájöttünk arra, hogy jó, ez az út, mi ezt akarjuk csinálni, ezen akarunk járni. Nézzük meg, hogy mi a teendő.
ha mi részei akarunk lenni a szövetségnek, úgy, ahogyan azt írja itt, hogy akik megőrzik az én sebátjaimat, és szeretik azt, amiben gyönyörködöm, és ragaszkodnak az én szövetségemhez, ez a teendő. Minden beszédét elolvasta az embereknek a szövetség könyvének. A szövetség könyve az egyébként a Tóra maga volt ebben az időben nyilvánvalóan. Hiszen ez még csak királyok, szóval itt még nem volt szó arról, gondolom, hogy a királyok fejezet meg volt, vagy mondjuk esetleg a bírák könyve, vagy ami korábbi, de a szövetség könyve számukra sokkal rövidebb volt, mint ami számunkra, hiszen még az időben nem tartottak ott. Úgyhogy a szövetség könyve az maga a Tora, az ő instrukciói a szövetség könyve. Ez nem változott meg. Ez mindig is ugyanaz lesz, és most is az. Megtalálták, és elfogadták, és egy megállapodást kötöttek Jahuával. Miről? Hogy ők Jahuát akarják követni. Úgy, ahogyan mi is remélhetőleg azt teszi most mindenki. És az ő parancsolatait, ami nem más, mint micvá, és az ő bizonyságtételeit, úgy, mint edut, bizonyíték, tanúbizonyság, bizonyságtételeit, és rendeléseit, huká, rendelet vagy előírás, gyakorlatos szokás, mit csinálnak? Teljes szívből, teljes lélekből megőrizni. Ez az, amit tenni kell, hogyha az ő szövetségében szeretnénk járni. Az, amiről beszél a kereszténység, ezt eltörölte, és mi már egy új szövetség alatt vagyunk, az sajnos nem érti az alapvető üzenetét ennek a könyvnek. Itt van, hogy az, hogy teljes szívből, teljes lélekből megőrizni. Nem arról beszél, hogy mint egy robot, ő azt akarja, hogy mindenki ezt csinálja. Arról beszél, hogy ezt az embernek akarnia kell. És beteljesítenie szövetség beszédeit, dabár, úgy, mint ahogyan a 10 parancsolat, 10 dabarim, 10 beszéd, a 10 parancs, ami összefoglalja az összes többit. Kettőbe persze össze lehet foglalni, szeresd Jahuát a te hatalmasságodat teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és szeresd vele barátodat, mint te magadat. Aztán ezt persze az embereknek azért el kellett magyarázni, mert még így is elszabadult a pokol, nemhogy úgy. Ha el sem magyarázta volna ennyiszer, mint ahányszor elmagyarázta. Azt akarják, hogy követni akarják Jahuát, az ő parancsolatait, bizonságtételeit, rendeléseit teljes szívből, teljes lélekből megőrizni, és beteljesíteni a szövetség beszédeit, a beszéd szintén egy csoportjára utal ezeknek a rendelései, rendeléseknek. Parancsolat, bizonságtétel, rendelés, beszéd, ezek különböző fajtái a Torán belül megtalálható instrukcióknak, amelyek meg vannak írva abban a könyvben, és ráállott az egész nép a kötésre. Ez a módja annak, ahogyan valaki hozzá tud csatlakozni. Lehetetlen hozzá közelíteni olyan formában, ahogyan a világban élünk, és megpróbálni a mi rendszerünket re azt mondani, hogy márpedig mi így élünk, és majd ő ezt el fogja fogadni valami oknál fogva. Ő nem fogja ezt elfogadni, mint ahogy soha nem is fogadta el. A másik meg az, hogy miért is fogadná, amikor ez egy nagyszerű rendszer, és semmi probléma nincsen vele. Így ragaszkodik az ember az ő szövetségéhez. Láthattuk, hogy mi az ő szövetségének a menete, és azt is, hogy hogyan lehet ehhez csatlakozni. Megőrzi a sabátot, szereti azt, amiben gyönyörködik ő, nem elég csinálni, ezt az embernek szeretnie kell, úgy, mint Bahár. Ezt kell választani, kiválasztani, inkább választani, nagyszerű egyébként, ahogyan megfogalmazza. Az embernek ezt az életformát kell választania inkább, mint azt, amit eddig folytatott. Ezt jelenti ez a kifejezés, hogy Bahár. Úgy, mint Bet, Hei és Res. És ugye a Bet az a ház, a Res az a fej vagy a vezető, a Hei pedig a kinyilatkoztatás. Ugye Bahár úgy, mint választani valamit, az a ház vezetőjének a kinyilatkoztatása lenne, hogyha összeolvasnánk a karaktereket, valami ilyesmi, vagy a ház kinyilatkoztatja a vezetőt, vagy a vezetőházának kinyilatkoztatása, azzal, hogy választja az ember. Szó szerint majd, hogy nem azt jelenti a piktografikus értelmezése, mint amit maga a szó jelentése.
Ez Jahusá Józsué 24.15. Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljátok Jahuának, választatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok. Akár azokat az Elohimeket, akiknek a ti atyátok szolgáltak, amíg túlvalának a folyóvízen, akár az Emoreusok hatalmasságait, akinek földén lakoztok. Én azonban és az én házam Jahuának szolgálunk. Szóval így tudunk ragaszkodni az ő szövetségéhez. Ötös fejezet. Ugye a Heréltről van szó még mindig, az eunukról, hogy hogyan tud csatlakozni. Adok nekik a házamban és a falaimon belül helyet és olyan nevet, mely jobb, mint a fiakban és lányokban. Örök nevet adok nekik, mely soha el nem vész. Akkor ha ez volt az egésznek a feltétele, Jesiáhu vagy Ézsaiás idején, hogy változhatott az meg mára azzá, hogy nekem csak mondogatni kell valamit? Az emberek akkor vért izzadtak, hogy próbáljanak ezen az úton járni, mi pedig csak itt mondogatjuk, meg csináljuk a dolgunkat, az közben azt mondjuk, hogy mi hiszünk, és ugyanoda kerülünk, mint azok, akik akkor megszakadtak. Nehezen tudom elképzelni. Főleg úgy, hogy megmondta, hogy ő nem változik meg. Ez a jutalom, ami az ötös verszakban le van írva azért, hogyha valaki képes és akarja ezt az egészet csinálni, és csinálja teljes szívéből, teljes lelkéből, teljes erejéből úgy, ahogyan azt mondja Márk 12.33. Tovább. És az idegeneket, akik Jahuához adják magukat, akik szeretnének csatlakozni Jahuához. Azok, akik nem az ő népe, hogy neki szolgáljanak, és hogy szeressék Jahua nevét. Hogyha nem tudom a nevét, és azt magyarázom mindenkinek, hogy ez nem fontos, akkor ezt nagyon nehéz lesz, ezt a feltételt beteljesíteni. Hogy az ő szolgái legyenek. Hogy tudom én őt szolgálni, ha nem azt csinálom, amit ő szeret, vagy amit ő akar. Mindenkit, aki megőrzi a sabátot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat. Mindenkit, aki megőrzi a sabátot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat. Az összes embert, aki a sabáthoz ragaszkodik, és az ő szövetségéhez, és szereti az ő nevét, az lesz, aki itt lesz. Mit csinál ma a világ? Elfelejti a nevét, a sabát nem fontos, és van egy új szövetségünk. Pontosan az a három feltétel, amit Ézsaiás az 56-os fejezetben leír azoknak, akik részesei szeretnének lenni a következő királyságnak, pontosan azt a hármat a világ teljes mértékben elfelejt. Persze az összes többit, úgy tűnik, hogy ez a három különösen fontos neki. A név, a Sem, úgy mint a Jahua nevét, az Sem, név, megnevezés, elnevezés elsősorban. Aki szereti az ő nevét, aki ismeri, aki úgy gondol arra, hogy Jahua, mint az örökkévaló, aki volt, aki van, aki lesz, aki mindezt csinálja, abban benne van ez a szeretet, ez az ahab, amire ő gondol, hogy szeretet. Úgy szeretnék élni, hogy megmutassam neki ezt. Nem az, hogy ülök és rá gondolok, és eltölt egy melegség, meg rózsaszínbe látom a világot, vagy a szívecskéket küldözgetem, meg a lájkokat. Nem erről beszél. Semmi köze nincs ehhez tulajdonképpen. Amiről ő beszél, az az, hogy én azon gondolkodom, hogy hogy tudok olyan dolgokat tenni, ami neki kedves, ami az ő szövetségében le van írva. Ez a szeretet szerinte. Az, hogy szerintünk mi, annak nem lesz jelentősége. Ahab azt jelenti, hogy az ember úgy akar élni, hogy azzal kimutassa, hogy ő szereti Jahua nevét. Az ő szolgái legyenek, aki megőrzi a sabátot, és az ő szövetségéhez ragaszkodik. Ez a három feltétele van annak, hogy a végén az ember ott lehessen. Mit csinálnak az emberek? A név nem fontos, Jézusnak szolgálunk, a sabát nem fontos, mert minden nap sabát, meg a vasárnap van, és egy új szövetségünk van. Pontosan azok a dolgok, amik ide le vannak írva, azok nem teljesülnek legszélesebb körben. Mit csinál ezekkel az emberekkel? Az én Kodes hegyemre fölviszem azokat, és megvidámítom őket imádságom házába. Beviszi őket az imádságának a házába, aki ezt csinálja.
aki be szeretne kerülni oda, annak csak ezt kell tennie. Egészen égő és véres áldozatai kedvesek lesznek oltáramon. Mondhatnánk azt, hogy ó, na látod, ilyen már nincs, mert nincs égő és véres áldozat. Most nincs. Ezékiel 40-től 48-ig leírja a harmadik templomot és a királyságot, ahol van Sabát, van Kodes, mint új hónap, van áldozat, van Lévit a papirend, minden ugyanúgy működik, mint ahogy az működött a királyságban, hiszen 1000 évig az lesz a rendszer. Mert a házam imádság házának hivatik majd minden népek számára. Minden népek számára. Úgy, mint hogy ám nép, törzs vagy rokonság. Minden népek számára. A minden nép azt jelenti, hogy nem csak Izrael, hanem az összes többi nép ott lesz, mármint azok az emberek közülük, akik ezeket a dolgokat megértették, és aztán meg is cselekedték. Így szól Jahua, aki összegyűjti Jeszrál, vagy Jeszrál elszélet fiait. Oké? Okay? Összegyűjti Izrael, még nem gyűjtötte őket össze, úgyhogy ez nem lehet egy beteljesedett profécia. Összegyűjti őket, még gyűjtök ő hozzá az ő egybegyűjtöttjeihez. Még fog hozzájuk gyűjteni embereket, más népeket. Akkor hogy lehet azt mondani, hogy nekünk más a rendszerünk, mint ami nekik, ez a zsidóknak vonatkozik, meg mit tudom én kinek. Mikor odaírja, hogy ez más népeknek van. Hogy aki ide akar csatlakozni, annak ezt kell tennie. Egy a rendszer. Jahua egy a Mashiach, egy a jó hír, egy Ruach HaKodesh van, és egy testbe csatlakozik be mindenki, aki őt szeretné szolgálni. Erről beszél az elejétől a végéig. Egy rendszer, és aki ebbe akar tartozni, annak ezeket a feltételeket kell teljesítenie. Ezt mondja a 9-es versben. Mezőnek minden vadai jertek el enni, erdőnek minden vadai. Ezek a vadak, egyébként ez háj, úgy, mint élő lények, vagy élő eleven dolgok, egyébként emberekre utal, mindenféle népekről beszél. Őrállói vakok mindnyájan, ez sajnálom, hogy ezt kell, hogy mondjam, de ez tökéletesen illik a mai hagyományos kereszténységre, a legtöbb emberre, aki ebben a vallásban van. Őrállói vakok mindnyájan mit sem tudnak, mindnyájan néma kutyák vagy ebek, nem tudnak ugatni, álmodók, heverők, szunnyadni szeretők. Ez a legnagyobb probléma. Ellustultak abban a hazugságban, amiben élnek gyermekkoruktól kezdve, előtte meg a szüleik, meg a nagyszüleik, meg az összes többi ugyanabban. Elhitték, hogy minden mindegy, hogy a neve nem számít, a sabát nem számít, új szövetség van, nekünk már nem kell csinálni semmit, csak beszélni. És ettől szépen ők ilyen álmodók lettek, heverők, szunnyadók, néma kutyák, akik nem tudnak ugatni, ha probléma van. És az ebek telhetetlenek ráadásul, nem tudnak megelégedni, pásztorok ők, akik nem tudnak vigyázni, mindnyájan a maguk útjára tértek, kiki nyeresége után mind együtt. Mondja azt valaki, hogy nem így van. Jertek, hadd hozza bort, igyunk részegítő italt, legyen a holnap olyan, mint a ma nagy, dicső felettébb. Elkényelmesedett az ember. Elhitte a hazugságot. Elhitte a nagy megtévesztést. Elkényelmesedett ebben. Csak magával foglalkozik, és mondogatja ugyanazt a hazugságot újra és újra, és az évszázadok során egyre távolabb kerül a valóságtól, mire eljutunk ma odáig, hogy gyakorlatilag egy igaz mondatot nem lehet hallani azoktól a pásztoroktól, vagy igehirdetőktől, vagy teljesen mindenkitől, akik ezeket a vallásokat képviselik. Egy darabot sem. De nem csak tőlük nem, hanem a legtöbb embertől, aki azt mondja, hogy ő keresztény, vagy ő Jézust követi, vagy ő Istent követi, meg mit tudom én mi. Az igazság Jahua szava, az ő torája az igazság. Aki nem ezt hirdeti, az mind hazudik. Ez annyira egyszerű, hogy ennél nem is tudta volna egyszerűbbé tenni. Hogy mi az, amit tennünk kell. Én vagyok, ez Jahukanon 15, én vagyok az igazi szőlőtő, és az én atyám a szőlőműves.
Ha az atya a szőlőműves, aki elülteti a szőlőtőt, Jahusa Hamásiák a szőlőtő, aki fedhetetlen volt, szeplőtlen bárány, tökéletes áldozat, hogy lehetnénk mi másmilyenek, hogyha minden szőlőveszőt, amely én bennem gyümölcsöt, nem terem, lemetsz. Mindazt, pedig amely gyümölcsöt terem, megtisztítja, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Akkor nem arról beszél, hogy az embernek meg kell változnia? Itt mondja el, Máté 3:8, teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket. Mi a gyümölcs akkor? A gyümölcs nem az, hogy megy az ember, az magyarázza ezt az utcasarkon, meg mindenkinek, hogy Jézus meghalt érted, meg a jó hír, meg mit tudom én, hogy mondd el ezt a négy sort. Annak semmi köze nincs ehhez a megtéréshez illő gyümölcseket. Aki nem látta még a hét verset a megtérésről, mindenképp nézze meg metanoia, azonos azzal a bocsánat, héber kifejezéssel, mely nem más, mint sub, megtérés, a gondolkodásmód megváltozása. Ezt jelenti ez a kifejezés. Eltérni attól az úttól, sub, itt van H77-25, ami annyit tesz, hogy az ember elfordul az útjától, és elkezd járni egy másik utat. Ez az, amire gondol Jahusa Hamásiák, mikor ezt írja, hogy teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket. Mit mond itt azt, hogy aki nem terem gyümölcsöt, azt lemetszi, amelyik meg igen, azt meg tisztítja tovább, hogy még több gyümölcsöt teremjen. De ti már tiszták vagytok, miért? Ama beszéd által, melyet szóltam nektek. Hogy a beszéd által lett tisztává. Amit neki szólt. Ó, ezek Jézus parancsolatai. Nem az ő parancsolatai. Mert ő mit csinált? Megjelentettem a te nevedet, ez Jehukanon 17, az embereknek, akiket e világból nekem adtál, te, mert a tiéd valának, nekem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nekem adtál, mert ama beszédeket, melyeket te nekem adtál, ő nekik adtam, és ők befogadták, és megismerték, hogy én te tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Csak nem új dolgokat hozott, hanem elhozta azt, ami eddig is volt, elhozta az atya akaratát, és megmutatta az embereknek azokat a beszédeket, amelyek megtisztítják őket majd, meg képes megtisztítani. A gyümölcs pedig nem az, hogy ki hány kolát ment meg, vagy hány öreg néni kísérelt az úton, az egy más jellegű cselekedet. Az is fontos. Az első, amit ő szeretne, mi az, amit ő szeretne? Égő és véres áldozatot nem akart ő semmit. Mit szeretett volna? Leírja, hogy mit szeretett volna. Zsoltárok 40-es fejezet 9-es versben. Teljesítsem a te akaratodat, a te törvényed a keblem közepette van. Előtte írja le, hogy véres áldozat, ételáldozatot nem kedveltél, égő áldozatot, bűnért áldozatot sem kívántál. Mi az, amit akart? Azt, hogy a törvényed a keblem közepette legyen. Ez az, amit ő akar. Semmi köze nincs a mondogatásnak, meg ezeknek a dolgoknak ahhoz, amit az atya akar. A legfontosabb az, amit Máté 3-as fejezet 8-asban leír, hogy a megtéréshez illő gyümölcsöket teremjetek. Ez az, amiről itt beszél. Maradjatok én bennem, és én is ti bennetek. Miképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a szőlőtőkén marad. Ugyanezt írja le aztán a levelében is Jehukanon, mikor arról beszél, hogy aki azt mondja, hogy őt követi, annak úgy kell járnia, hogy benne marad, annak úgy kell járnia, ahogyan ő járt. Erről beszél itt is. Ha a szőlővessző nem marad a szőlőtőkén, akkor nem tud gyümölcsöt teremni. Akiben ti sem, hanem ha én bennem maradtok. Mit kellene még tennie ahhoz, hogyan mondhatná még egyértelműbben, hogy mi az, amit akar? Aki azt mondja, hogy ő benne marad, ez Jehukanon első levele, második fejezet, 6-os, aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járnia, amint ő járt. Mit mondott itt? Aképpen ti sem tudtok gyümölcsöt teremni, hanem ha én bennem maradtok, hogy kell benne maradni? Úgy kell járni, ahogyan ő jár. Kezdetektől a végéig ugyanarról beszél mindenki. Akárhol nyitjuk ki a könyvet, teljesen mindegy. Ugyanoda lyukadunk ki mindig. Én vagyok a szőlőtő, ti vagytok a szőlővesszők. Most elmagyarázza,
Azért, hogy a leglassabbaknak is egyértelmű legyen, hogy miről beszél. Aki én bennem marad, én pedig ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Ha valaki nem marad én bennem, kivettetik, mint a szőlővessző, megszárad, egybegyűjtik ezeket, és a tűzre vetik, és megégnek. Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek, az én beszédeim bennetek maradnak, beszéd, úgy, mint beszéd, az ige maga, a szó maga, nem más, mint dabár, az ő szava, micvá, parancsola. Ha bennetek marad, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz nektek. Erre írta azt kettővel később, mikor azt mondja most, hogy ha az én beszédeim bennetek maradnak, két fejezettel később elárulja azt, most tudták meg, hogy mindaz te tőled van, amit nekem adtál. Hogy a te beszédeidet tartották meg. Hogy a beszédek, amiket, hogy ez nem egy új dolog volt, amit ő elhozott. Most megértették az emberek végre, hogy ez nem egy újdonság, hanem ez mindig is ez volt a kezdetektől. Mindig ugyanoda jutunk ki. Ez ugyanezt írja Jehukana. Aki azt mondja, hogy ő benne marad, annak úgy kell járni, amit ő járt. Atyám, fiai, nem új parancsolatot írok nektek, hanem a régi parancsolatot, mely előttetek volt a kezdettől fogva. Ja, Hukaron megértette, amiről beszélt. Nem, az előbbi étele 15-17-es fejezetben erről beszél a másiák. Hogy most értettétek meg? Ja, Hukaron megértette tökéletesen. Nem új parancsolatot adok nektek, hanem a régi. Mely előttetek volt, mik a kezdetektől fogva. A régi parancsolat pedig az ige, melyet hallottatok a kezdettől fogva. Akkor csak arról van szó megint, mindig ugyanoda, az ember mindig ugyanoda köröz vissza szépen. Ez a másiák egyszerűsége. Nem az, hogy ó, most csak szeretni kell a semmi más. Nem az az egyszerűsége. Az az egyszerűsége, hogy egy az üzenet a kezdettől a végig. Viszont új parancsolatot írok nektek, ami igaz ő benne, és ti bennetek. Mert a sötétség szűnni kezd, és az igaz világosság már fénylik. Mi az, ami igaz ő benne? Úgy kell ezt az egészet csinálni, ahogyan ő, Jehusa HaMásiák megmutatta a számunkra. Ezért mondja azt, hogy ez az új parancsolat, amit írok, hogy úgy kell ezt az egészet megélni, ahogyan ő megélte. De maga a Tora nem változott meg. A módja, ahogyan az ember hozzááll, megváltozott a példa miatt. Most már látjuk, hogy hogyan kellett volna ezt mindvégig csinálni. Az bizonyos, hogy a másiák nem ücsörgött otthon, és magyarázta egész idő alatt, hogy ő mennyire hisz, és közben csinálta az ő dolgát, mintha mi sem történt volna. Sőt, nem is azt mondta, hogy én vagyok az egyetlen, aki ezt meg tudja így csinálni, úgyhogy nektek elég mondogatni, hogy te akarjátok, mert senki más nem tudja, csak én. Ő ilyeneket nem mondott. Sőt, olyannyira nem, hogy elmondta, hogy ő mit akar. Itt írta le az elő, hogy ez mind az atyától jött. Mind az atyától jött. Sőt, ő is azért jött, hogy megjelentesse az ő dicsőségét. És most te dicsőíts meg engem, atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam, te nálad a világ léte előtt. Mindent csak az atyán keresztül tud csinálni, Jehusa HaMásiák, és ezt nem lehet megkerülni. Úgyhogy az, aki azt mondja, hogy a sabát nem fontos, vagy akármi. Egyébként, hogyha érdekel valaki, teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban. Ezért mondom, elmondja. Mindenhol elmondja, hogy mi az, amit tennünk kellene. Lukács 3.8, ugyanúgy, mint Máté 3.8, elmondja ezt a gyümölcs dolgot. Ne mondogassátok magatokban. Ábrahám a mi atyánk, mert mondom nektek, hogy Elohim ezekből a kövekből is támasztott fiakat Ábrahámnak. Teremjetek gyümölcsöket a megtéréshez, azaz meg kell változtatnod az utadat. Egy másik úton kell járni, és ennek látható jele kell, hogy legyen, mint ahogy egy gyümölcs látható a fán. Mint ahogy a fügefán látható, hogyha érik a gyümölcs, ezért oda megy az ember és leszedi, megnyesi, mint ahogy az atya csinálja, levág róla ezt, azt, öntözi, stb. Azért, hogy még több gyümölcs legyen rajta. Úgyhogy ha az embernek nehézségei támadnak az életben, akkor vissza tud menni ide, és megérti, hogy miért. Jehukanon 15-ös fejezetben leírja a szőlőtőnek. Mert az atya vágdossa le róla azokat a dolgokat, amik neki nem tetszenek, hogy még több gyümölcsöt teremjen.
Mi az a gyümölcs? Az a gyümölcs, hogy hányszor mondom el ezt, vagy hogy hány koalamacit mentek meg, vagy hány fát ültetek. Nem erről van szó. Leírja, hogy mi ez a gyümölcs, a megtéréshez méltót. És nem csak mondogasd magadban, hogy mi Ábrahám a mi atyák. Ne csak mondogasd magadban, hogy ó, engem megváltott Jézus, nekünk már nem kell semmit csinálni. Nem mondogasd, fölösleges, mert ilyet bármikor csinál magának. Ezt mondom, ha droidokat akart volna csinálni magának, akkor megcsinálta volna. Nem ezt akarta. Azt akarta, hogy az ember teljes szívéből ezt csinálja. Hogy létezik az, hogy erről beszél Krónikák, erről beszél Második Királyok, Debarim erről ír, 5 Mózesben ezt olvashatjuk, hogy szeres. Végig erről beszél, hogy ő ezt szerette volna. Mindenhol erről beszél. Ennek ellenére, és őt leírja, hogy nem mondogass. Ne csak mondogass magadnak, hogy mi már megmenekültünk, mert Jézus, meg a Krisztusunk megcsinálta meg ezt, meg azt. Fölösleges mondogatni, ha nem kéne semmit csinálni, olyanokat tud gyártani magának. Neki olyan kell, aki szabad akaratába azt választja, ami neki kedves. Erről írt Ézsaiásban. Aki azt csinálja, ami nekem kedves, aki a szövetségemet megtartja, aki a sabátjaimat megtartja, aki szereti az én nevemet, ezeket az embereket akarja ő megtalálni. Az, aki mondogatja, meg... Sőt, hát azt is hányszor leírják, hogy ne csak hallgatói legyetek, hanem cselekvői. Olyanra nincs szükség, aki csak hallgatja. Azokat lehet gyártani, azokat sőt, hát abban van a kerítés, akik igazából csak mondja. Ez itt Saul egyébként írja a Timóteusnak. Gondot viselj magadról és a tudományról, maradj meg azokban, mert ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind a te hallgatóidat. Gondot viselj magadról és a tudományról. Mi a tudomány? Tanítás, oktatás. Nézzük meg, hogy mi ez a szó. Lamad, úgy, mint tanítás, de egyébként, ha valaki visszaemlékszik rá, akkor Tora maga tanítás vagy oktatás jelent. Mi az a tudomány, amiről beszél? Példabeszédek 6.23 megmutatja, hogy mi a szövétnek a parancsolat, a tudomány világosság, az életnek úta, a tanító feddések. A szövétnek a parancsolat, a lámpás a parancsolat, a Tora a világosság, és az életnek útja a tanító feddések. Ez az, amiről beszél Saul. Azért, mert ő egy farizeus, aki pontosan tudja, hogy miről szól ez a könyv elejétől a végéig. Sőt, ő tisztában van azzal is, hogy, vagy hát nem tisztában van vele, hanem ő ebben él. Ott nem volt Brit Hadasá, megült szövetség. Ott nem volt jó hír, Saul levelei, apostolok cselekedetei. Ők ezeket olvasgatták föl. Rómaiakhoz ezért szól erről. Minden második sor egy idézet ebből. Minek idézne annyit, ha már erről nincsen szó? A Tora maga a tudomány. Oktatás, tanítás, képzés, útmutatás. Ez az, amiről beszél. A tudományról. Oktatás, tanítás, tanúság, tudomány. Ugyanezt mondja, nem? Gondot viselj magadról, és a Toráról. Mit gondolnak az emberek, hogy mi az, amit ír itt neki? Hogy tudományról gondot viselj. Hogy arra gondol, hogy mit tudom én, hogy a fizika hogy működik, vagy hogy a bolygók így keringnek, nehogy elfelejtkezz róla. Nehogy elfelejts, hogy mi az oktatás, mi a tanítás. Maradj meg azokban, maradj meg azokban. Ne mondogass, ne gondolkozzál róla, meg beszéljél róla a haverokkal, hogy ú, így fogom meg úgy. Maradj meg azokban, ezt cselekedvén, poéjó, megteszi, tesz, tevékenykedik, csinálja ezt a dolgot, megvalósítja. Aki így él, megmarad azokban, akkor fogsz majd megtartani embereket körülötted. Meg te magad is akkor fogod megtartani, vagy képes leszel rá, hogy megmaradj ezen az úton. És a végén majd az atya téged válaszol, úgy, ahogy láttuk eddig. Mondom, végestelen végig ez lesz. 13-asban amúgy ezt írja. Amíg oda megyek, legyen gondod a felolvasása, intése, tanítása. Ugyanaz a szót használja itt, amikor azt mondja, hogy tanításra, boom, mint amit itt később azt mondja, hogy tudományról. Didaskália. Ugyanaz a kifejezés. Tanítás, oktatás. Ez effektíve a Toráról beszél. Az intésre, meg a felolvasásra. Mit ír példabeszédek? Hogy az életnek úta a tanító feddések. Az intés az az életnek útja. A Tora a világosság, és a parancsolat, a mitzvá, az ő szava,
Az a szövétnek, a lámpás. Ezt kellene az embereknek cselekednie. És akkor meg lenne. De egyébként írő Timóteusnak, ez másik Timóteus az 3.15, és aztán majd megnézzük az elejét. Te pedig követed az én tanításomat, didaskália, ugyanaz a szó, tora, életmódomat, az a Saul is úgy él. És nem csak mondogatta, ő úgy élt, ez az életvezetés, ez egy életmód, amiről ő beszél. Hogyha visszamegyünk példabeszédekhez, a tudomány, ez maga a tora, viselkedés, szokás, vagy magatartás. Ez egy életforma, amiről beszél. Egy tudnélik emberi törvényszerűség. Ez az, ahogyan az ember él. Ez egy útmutatás, ez egy utasítás. Ez a tora, amiről beszél. A szándékomat, a hitemet. Hit, pistész, imuná. Az, aki azt cselekszi, amit az atya akar. Hosszú tűrés, úgy, mint türelem, béketűrés, álhatatosság, kitartás. Akapé, mint az ahab, amiről beszéltünk az előbb. Türelem. Üldöztetés, szenvedés, melyek rajtam estek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában. Minemű üldöztetéseket szenvedtem. Mindezekből megszabadított engem Jehova. Mit mond neki? De te maradj meg azokban, amiket tanultál. Mindazok is, akik kegyesen akarnak élni, másiak Jehusában üldöztetni fognak. A gonosz emberek pedig, az ámítók, növekednek a rosszaságban, eltéveítvén és eltévejedvén. Mit mondott neki? Gondot viselj magadról és a tudományról, maradj meg azokban, élj úgy, ezt cselekedvén mind magadat megtartod, mind pedig a hallgatóidat. Mit csinálnak ezek az emberek? Eltéveítnek másokat, és ők maguk is eltévejednek, mert nem maradnak meg ezen az úton. Még egyszer elmondja neki, mit csinálj? De te maradj meg azokban, amiket tanultál, amik rád bízattak, tudván kitől tanultad. Kitől tanulta? Követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, stb. Stb. Saultól tanulta. Saultól, aki a zsinagógában, a sabát napon térítette az embereket, magyarázta nekik a Torából, mint a bereaiaknak, apostolok 18-ban, vagy tulajdonképpen végig apostolok cselekedeteiben, a sabát napon tanította őket a zsinagógában, a törvényből, a profétákból, aki ott volt minden ünnepen. Nem azt mondja, hogy az életmódomat láttad? Itt mondja neki, láttad az életmódomat. Ezt mondja nekünk, láttad a tanításomat, didaszkália, tora, ahogyan ő beszélt, ahogyan oktatott, és látta azt, ahogyan ő élt, ahogyan ő cselekedett. Amit mondott, és amit tett, az összhangban volt. Te láttad ezt, maradj meg azokban, amiket tanultál, igen, és tudván, hogy kitől tanultad. Gyermekségettől fogva, kisgyerekkorodtól fogva mit csinálsz? Tudod a kodes írásokat. Milyen szent írásokról beszél, mikor még több száz évig nem állt rendelkezésre a brit hadasá iratai, volt itt-ott egy-kettő, de még itt nem volt szó több száz évig arról, hogy előkap valaki egy új szövetséget, azt akkor elkezdik olvasni, azt mondja, hogy így úgy nekünk már csak itt ülni kell meg beszélni. Itt a szent írások számukra a Tora volt, a proféták, a Zsoltárok példában. Ez az, nem gondolhatott másra. Egy Mózestől Malakiásig. Hiszen ez állt rendelkezésre. De nézzük meg inkább, hogy mit mond a másiek, ne is az, hogy én miről beszélek itt. Ez Lukács 24.44. És mondta neki, ez Jehusá a másiek. Ezek azok a beszédek, melyeket szóltam nektek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megírattak a Mózes, vagy Mosé törvényében, a Torában, Nomosz, a Bibliában különösen, mint a mózesi törvény, a prófétáknál és a Zsoltárokban év felőlem. Ekkor megnyilatkoztatta az ő elméjüket, megnyitotta, hogy megértsék az írásokat. Számukra ez volt az írás. Írás, szentírás, bibliai könyv. Mózes, proféták, Zsoltárok, mivel nem volt más. Hogy is lehetett volna más, mikor még nem volt más? Te mit csinálj? Maradj meg, amit tanultad, mert ezek a szent írások, melyeket ismersz gyerekségettől fogva, mit csinálnak ezek? Bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, Jehusá Hamásiákban való hit által. A Tora a hittel ötvözve eljutatja az embert az üdvösségre. Írások plusz hit eljuttathatja az embert az üdvösségre. Miért? Mert a teljes írás,
Írás, szentírás, bibliai könyvek. Elohimtől ihletett és hasznos a tanításra. Didaskália, úgy mint, hogy a Tora. Feddésre, amiről beszél példabeszélek 6.23, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. A teljes írás, ami ekkor nem volt más, mint egy Mózestől Malakiásig. Hiszen nem létezett a többi. Saulnak nem volt koncepciója olyan, mint hogy Brit Harasá vagy új szövetség, mint ahogy nekünk van. Nem lehetett. Nem lehet, nem beszélhet az új szövetségről, hiszen az nem létezett ekkor. Érthető? Saul nem az új szövetségről, egy betűjéről nem beszél az új szövetség. Ő nem tudta, hogy ez így lesz. Lehetséges, hogy volt itt ott egy-két kósza, ez az, de ő nem erre gondolt. Számára nem lehetett az írás. Az egy krónika. Máté, Márk, Lukács, János az egy krónikának minősül. Persze én értem, hogy Jahusa Hamásiák szava benne van, de az írás, amiről beszél, az egy Mózestől Malakiásig terjed. Ez az, ami számukra az írás volt. Különösen a Tora volt számára az. Ez az, ami, de egyébként a profétákról beszél, Zsoltárok példabeszélek, hiszen erre gondol, hogy ez Elohimtől ihletett. Ez az, amiből az embert meg lehet tanítani. Az első, amit mond, ez a tanítás. Azért mondja ezt, mert ez a Tora, ez az életforma, az életvezetés, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy az ember eljusson az atyához a végén. Ugyanúgy, ahogy a másiákba vetett hit is az. Feddésre, a feddés az elég hossz, úgy mint bizonyítás, cáfolat, vizsgálat. Ha valakinek valami vitája van, vagy nem tudja pontosan, hogy mit tegyen, akkor egyszerűen csak megnézik az írást, és akkor kiderül, hogy hé, hoppá, itt ezt írja, neked ezt kellett csinálni, neki van igaza, neked meg nem. És így el tudják dönteni azt, hogy az ember jó úton jár, vagy sem. Megjobbításra, epanorthosis, felemelkedés, felvirágzás, vagy fejlődés. Megjavítás, helyreállítás, vagy kiigazítás. Szó szerint erről beszél. Hogy az ember gyümölcsöző legyen, hogy az ember javuljon, hogy szépen haladjon előre. Erre valók az írások. Az igazságban való nevelésre. Ez a Dikája szünéről rengeteg szó volt már, úgy, mint hogy igazság, jogosság, méltányosság. Az ő szava tulajdonképpen, János 17. Tökéletes legyen Elohim embere, minden jó cselekedetre felkész. Saul nagyszerűen fogalmaz, mint mindig. Nem lehet eljutni hozzá más mód. Ez az út Jahuához, és nincsen másik út. Mindenképpen kövessétek az Infobubble 2-es csatornát, ahol keddenként 20 óra 30-tól jelentkezünk 90 perc az új világrendről. Azt is javaslom, hogy aki gondolja, töltse le a videókat, ossza meg másokkal bármilyen formában, ugyanis nem lehet tudni, hogy mit hoz a jövő, az azonban biztos, hogy nagyon gyorsan változnak a dolgok. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!